Üdvözlöm minden kedves nézőt, hölgyeim és uraim, itt vagyunk az LBL további mérkőzésén, ugye döntőjén. 1-0-ra megy már most a kliktek, és... Mi az, hogy már most? További kliktek győzelmeket vársz? Nem, már most sikerült egy pontot szerezniük, nagy nehezen. Értem. Ez eléggé szoros mérkőzésre számítunk, és még azért semmiképpen nem mernék azt mondani, hogy 3-0 lesz ez a meccs. De az biztos, hogy ilyen választás után nem is vártunk volna egy más eredményt. Jó magam, Pirsz vagyok, és szia, kedves Arvil! Szia, Pirsz! Kettő darab kérdésem lenne ugye az előző meccsel kapcsolatban. Az egyik, amit te is felvezettél, Sirius. Hogy egy normális választások mellett mit tud az X25 kihozni ebből, ugyanis ugye a játék kezdeti szakaszát teljesen egyértelműen elvesztették, Swain 1v1-ben megverte Jace-t, innentől kezdve a játékot ugye a felső ösvény az egyértelműen a kliktek oldalára dőlt, Olaf többször megtalálta a dzsungelben Ivant és meg is ölte, úgyhogy onnan sem lehetett fejlődni, és hát Sion is teljesen magabiztosan nyerte ugye a középső ösvény Cassiopeia ellen, egyedül az alsó ösvény nem is láttuk a játék 15. percéig, meg sem mutatta nekünk ugye a kamera. Ott jóformán tényleg semmi nem történt, Morgana a fekete pajzsokkal egyszerűen likvidálta Bardot a játékból, és innentől kezdve farmolt a két lövész, és egyértelműen ugye a térkép felső oldalán volt az összes akció. Viszont hát ez abból ugye eredendő, hogy Olaf egy teljesen kivette ugye Ivern-t a játékból, úgyhogy látni szeretnék vagy kezdeti erős dzsungelest, mint például a Kha'Zix. Nagyon jó, hogy a dzsungeles akarunk ráfüggni, meg az Ivern választás is kérdőjeles számomra, mert szerintem számunkra is. Egyrészt nem is nagyon szokás választani úgy Ivern-t, hogy már van egy fix választás veled szemben, meg amúgy sem tartom annyira erősek Ivern-t, hogy most azt lehessen mondani, hogy akkor majd most az alapval szemben ezt fogom hozni, és akkor ez mennyire jó lesz majd számunkra, akár vakon, akár nem vakon. Akkor inkább egy olyan karakter, amely mondjuk a tiltási fázisban, ha mondjuk a Sejuani át is megy, és ehhez típusú hasonló karakterek Skarne megy, de még az Ekben is van potenciál, hogy akkor inkább ezeket a karakterekre rá csücsülni, de ha már Olafra beszéltünk, nem véletlen az első tiltások között szerepel egyből, hogy igen, egyszer volna lehetőség, még egyszer ne legyen. Buci mondta is az előző meccs végén, hogy nem lenne meglepődve, hogy ha Swain, Sion és Olaf trió lenne most a tiltása ugye az X25-nak, mert hogy ők az előző meccsen egy Ornn és egy Camille tiltást is ugye eszközöltek a felső ösvényre, viszont a felső ösvényen így szabadon maradt ugye Swain, és hát elég egyértelműen Sakra teljesen meg tudta vele nyerni ugye az ösvényét. Érkezik most egy Sion tiltás a kliktek oldaláról, hiszen ez lenne az egyik olyan karakter, amit nyugodtan lehetne első választásként elhozni. Közben Caitlyn is kirepült, a picit a lövészek is rá szeretnének szállni a kliktek játékos, legalábbis a Caitlynnel nem sok reakció van első körben. Ugye neki azért az ösvény dominancia magas. Úgyha ellenem hozza egy olyan karakter, mert benne van mondjuk Rakan vagy akár egy Xayah, akkor már lehet végig is reagálni, de akkor is lassabban fogsz beérni egy Caitlyn megveréséhez. Ez egy olyan felesleges rés, amit érdemes betölteni. Ezek ki is van tiltva. Morgára beszéltél, nem véletlenül csücsül ott most a tiltó listán. Ha ők nem, akkor más se hozza el. Igen, inkább az a fura, hogy ugye a kliktek saját oldalán kitiltja a Morganát. Tehát két olyan tiltást is láthatunk, ami sokat mond nekünk. Az egyik ugye az Olaf tiltás, amit az X25 teljesen egyértelműen nem játszik, hiszen az első választás jogán akár ők is elhozhatták volna. Illetve a kliktek pedig olyan erősnek tartja Morganát, hogy prioritásként kell hozni támogatóként az alsó ösvényre. Láttuk az EU-LCS-en is, hogy mennyire nem számítanak és nem tudnak egyes játékosok kitérni ugye a lefogások elől. Ha pedig nem a kliktek hozzá el, akkor ezt tiltani kell. És hát a Xayah-Rakan kombót, ahogy az előbb is említettük, meg kell lőni. Most nem került Rakan tiltólistára, úgyhogy amint Xayah van az X25-nál, Rakant el kell hoznia a klikteknek. Érdekes volt Stefan gondolata, hogy van egy Sejuani, de van egy Zekevics is, ezzel mind a két karakter választható lett volna számára. Ha Sejuani átengedek, a valószínűleg ez az X25-hoz jött, hogy éltett volna, mint jungle-es karakter, és már valószínűleg sokkal sikeresebbek lehettek volna, mint az előző meccsen, legalábbis jungle-t nézve és jungle-re tekintve. Itt még a kérdésem az, hogy a középső ösvény hőseire bele lehet-e már most nyúlni, bele fognak-e nyúlni, vagy nem? Így a Tahmkent támogató játékos választásával ez nagyjából egy válasz, mert a Clitten még egy lövésze még hátra van így. Valószínűleg a következő rostára lesz akár még 4 mágus is tiltva. Hát ugye az előző mérkőzésen a középső ösvényre alig szinte semmi tiltás nem érkezett, azért volt egyedül kivéve, és ugye a Tahmkent volt a másik nagy kérdőjelünk, amit ugye Buci tett föl itt a szünetben, hogy ha már tudod, hogy az Olaf rád fog futni, opa, akkor miért nem valami olyan támogatót hozol, ami meg tud esetleg védeni tőle. Most van Tahmkentünk is, van Azirunk is, és hát kíváncsi voltam, hogy esetleg Stefan mennyire kétdimenziós dzsungeles, ki tud-e lépni abból a fajta játékstílusból, hogy egy olyan karaktert hozok, ami felét fut. Így, hogy Olaf és Skarner ki volt tiltva, én Volibert vártam volna, de hát ugye érkezik a Sejuani.
És az a kérdés már csak, hogy a kliktek most akkor válasz szintén egy mágus, vagy pedig a kötelező lövész hozzá el, ami már ki van válasz az X-25-től. Mm-hmm. Most a tiltási rész a következő négy elég érdekes lehet, mert a kliktekre lehet akár mágusokat kivenni még a játékból, kicsit miliceleesen degradálni a játék stílusát tekintve. Viszont Jungle-esen meg lóg nekünk az X-25, tehát az X-tiltás teljesen jogos, és akár még az emlegetett Volibear is kirepülhet. De a Skarner is még, ha nem lenne tiltva, akkor az ő választás is jó lehet, és minden ilyen ehhez hasonló karakter, az ilyen, hogy Rengar, Lee Sin és Kha'Zix-szal nem mernék voksolni, bármennyire is jó lenne. Bármennyire is jó lenne, mint Assassin az X-25 kezéhez, ha már van egy tankként, csak akkor viszonylag jó sok tankosságot szereztél a csapatnak, úgymond. De talán mégsem annyira jó egy Sejuani-val szemben, és amúgy sem hozni egy orgyilkost. Amit várnék esetleg, orgyilkost semmiképpen, amit várnék esetleg, és a jelenlegi metába is ugye belefér az a Jarvan, ami még mindig elérhető a dzsungelbe, ő a Sejuani ellen már nem egyszer meg is, vagy szerepelt is, ugye egy viszonylag könnyen kezelhető matchup, hiszen még akkor is, amikor látod, hogy Sejuani már esetleg dobja feléd az ultit, még akkor is el lehet a jó kis kombóddal csúszni onnan. Adott esetben a Tahmkench is meg tud téged enni. És hát, hogyha érkezik az Azir középső ösvény, akkor ez már szintén egy az EU LCS-ben is, nem tudom hányszor látott matchup. Ryze tiltó listán van, úgyhogy marad a Corki. Marad a Corki, jön a két lövész, és kicsit a varázssebzésre is felruházkodott. Corki játszott középső ösvényen, ami önmagában eléggé nagy mobilitást ad ez a Tristana és Corki. Mindketten a veszélyzónából viszonylag hamar tudnak távozni, vagy ha kell, akkor viszonylag erősen és gyorsan tudok odalépni az ellenfél játékosai mellé. A Shen egy jó döntés lehetne, akár a felső ösvényen, de továbbra is a kivitelezése, az ő megfelelő beérkeztetése talán csak Azirra vagy Aatrox-szal? Hát ez Aatrox biztos, hogy nem lesz. Hát pedig maradt. Aztán Maokai is még kicsit megcsérülődött. Jó, na várjál akkor. Aatrox dzsungel. Ezek szerint. Jó, igen. Tehát a Shen-nel kapcsolatban én megint bele akartam kötni, mert az X-25 az Ivern választással én azt gondolom, hogy egy ilyen véd meg a lövész kombót építhetett volna, de Varus nem ideális rá. Most a Shen hasonló lett volna megint. Na azért. Igen. Na azért. Mert itt már ki van nekünk írva, hogy már a kliktek pikkel, de azért nehogy már, mert kikérem magamnak, hogy Aatrox dzsungellel próbálkozom az X-25 visszajönni. Ornn sem volt ugye az előző mérkőzésen véletlenül a tiltó listán, tehát efelől sem lennénk meglepődve, hogyha esetleg érkezne. Így viszont töménytelen mennyiségű mágikus sebzés van a kliktek oldalán, és hát Maokai kifejezetten arról híres, hogy igazából eszméletlen mennyiségű sebzést tud ugye felfogni. Kíváncsi leszek, hogy... a mobilis karakterek ellen is nagyon jó. Pontosan. Mindig te mondtad, ezek a te mondatait, hogy lövannak a rákfenéje a Maokai. És sok ilyen hasonló karakter is van. Még a Tristan és Corki is, mikor ugye menetel pontosan közben lennének, és akkor éppensége körbe öleli egy Maokai, az eléggé kellemetlen is. Hát az előre nyomulás, ha elindul, akkor így is úgy is meg fog fogni, akár valkűrözöl, akár ugye ugrasz szépen rakétáddal odébb, az előbb-utóbb-utól ér. Igazából megint a hatalmas kérdőjel a számomra a dzsungel. Stefan jóval kevésbé agresszív dzsungelessel játszik ezen a mérkőzésen, de Sejuanival ugyanúgy meg lehet esetleg sanyargatni Nidalit, még ugye a játék későbbi szakaszaiban teljesen egyértelműen Sejuani lesz a nyerő. Kalunak kell itt valami hatalmasat alkotnia, és meg kell nyernie legalábbis előrenyomulás szempontjából a felső és a középső ösvényt elég keményen az X-25-nak, hogy Nidalee mindig magabiztosan beléphessen Sejuani dzsungelébe. A Nidalee választása még azért egy hátulütője szokott lenni, hogyha nem te vagy a vezető csapat. Uh-huh. Nagyon nehéz úgy a támadást egyrészt még megfűszerezni, és úgy kiosztani a sebzését a megfelelő mesterségről érkező dárdárnak a találataival, ahhoz okoz elég kevés minion kéne, hogy elérjük, ahhoz pedig támadásnál igazán jó Nidalee. De a játék első 15-20 percén viszont mindenki egy aktív játékot tud képviselni a jungle-ben. Ez jó lehet! Ez egy jó válasz lehet, egy Ivern után meg aztán főleg. Hát ahogy te is mondtad, ugye talán azért élhet bele most a Nidalee ebbe a kompozícióval, még ha nehogy Isten nem is lehetne a Sejuanit megfogni vele a játék kezdeti szakaszában, ugye az X-25, hogyha föláll egy torony elé ostromolni, ott tudja Nidalee igazán kiélni magát, ugye az oldalról láthatatlanságból érkező dárdák azok, amik ugye nagyon sokat tudnak tépni az ellenfél életerején, és hát azért kifejezetten az a karakter, aki ha lepakol 4-5 katonát a torony elé, akkor nehéz őt megközelíteni. Zájára, hogyha ne adj Isten érkezne egy teljes kezdeményezés, akkor ő az ultiával ki tud jönni. Tehát egyértelműen azt várjuk az X-25-tól megint, csak úgy, mint az előző mérkőzésen, hogy meg kell nyerni a kezdeti szakaszt,
össze kell tömörülni, és el kell kezdeni tudni ostromolni, ebből tudnak ők erősek lenni. Jól néz ki most amúgy ez a csapat kompozíció. Az jobban X-25 néz ki, jobban néz ki, mint az előző, de azért itt a Corki Tristan a párosát, én mindig is szoktam tartani. Uh-huh. Nagyon korrekt sebzéssel bírnak, és a toronytörés sem egy hátulütő tulajdonság ennek a két darab hőstek is, persze azért minél több fizikai sebzés, annál gyorsabban dőlő tornyok. Itt hát persze meg... teleportnak köszönhetően ez a, az a bizonyos mobilitás még plusz egy fűszerrel megáldva, még egy plusz lehetőséggel, hogy a Corki nem csak szimplán visszajön és játszogat, hanem akár még ugye teleport és fiad. És nincs nála nyitott varázskönyv, tehát mindenképpen ez marad nála. Uh-huh. Ez pedig ugye, ha nagyon messzire akarunk nézni 20-25 percre, akkor már lehet, hogy lesz egy ilyen milica folyton ollad valamelyik ösvényen, ahol éppenséget orrat kell törni. És majd jön. És hát ugye megint meg kell dicsérni a klikteket, hogy olvasták, hogy mit szeretne az X25 ezzel a kompozícióval, hiszen az ilyen ostrom kompókat ugye úgy lehet a leginkább megtámadni, hogyha mindent rájuk dobsz, és nem tudnék olyan karaktert mondani, talán a Tristan még a legkevésbé az a karakter, aki ugye befele agresszívan tud mozogni, de hát ő is abban a pillanatban, hogy megindul egy Ornn egy egész csapatos ultival, és már érkezik rá esetleg Corkinak ugye a csomagja, és még Sejuani megy előre, dobja be az ultit. Tehát annyi mindent oda lehet dobni az ellenfélre, Tristana pedig onnantól esetleg fel tud takarítani. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az X25 egyrészt fog-e tudni ostromolni a játék során, ha igen, akkor milyen hatékonyan, és ha meghúzza a ravaszt a kliktek, fognak-e tudni egy Tamkenccsel például megfelelően védekezni. És a roblás itala, ami Sakrinél van, viszont Clowninál nincsen, az már most látszik Maokai manáján. Ugye a kettő szintjében nagyon próbált agresszív játékot képviselni Ornnal szemben, de valószínűleg el is fogyott ez a Maokai. Legalábbis nagy része azzal a kapcsolatban, hogy Sakrin még lehessen tovább 1v1-ben büntetni. Ugye Stefan előző meccsen sokat játszott a felsősén, maga az egész játék a felsősén környékén volt, de lehet, hogy előbb-utóbb Sakrin érdő fogja tudni képviselni, persze Maokai passzívját sohasem felejtsük el. Neki azért életedével lehet éppenséggel játszani, de romlás itala viszont még van egy Sakrénél. Tehát ő azért még talán mindig jobban próbálkozhat játszani, és ugye neki ez újra fog töltődni, mihez is hazamegy, erre nem kell külön neki költenie. És már most látszik, igen, hogy mennyivel jobban áll Sakrin ennek köszönhetően. Ahogy te is mondtad, Clowny minden manáját felhasználja azért, hogy a játék kezdeti szakaszában tudja esetleg megsanyargatni egy kicsit ellenfelét, de hát azért Ornnal még akkor is, hogyha ugye megfelelő mennyiségű töltési idő ugye rákerült a képességeire, hogy annyira könnyen ne lehessen vele cserélgetni az elején, azért csak nem akarsz az arcában lenni, amikor van rajta egy pajzs, és hát a teleportját is kénytelen Clowny elhasználni, vett magának ráadásul egy Doran gyűrűjét is, hogy hasonló gyorsasággal, ha folyamatosan ontja kifele a képességeket, egy picivel több manája maradjon. Így van, és lesz is neki, és Sakrin még nem kell sietnie, viszont mivel jön Kalu, ez egy jó lehetőség, a Darda nem Sakrinbe talál, jóval nehezen már követni az ugrásával. Sikeresek lett volna mondható, ha a virulás legalább kijön Sakrinbe, de nem jött ki. Pontosan, ráadásul neki van még teleportja is, ugye, hiszen Maokai volt az, aki Nidalival egy kicsit egyeztetve hajlandó volt korán hazateleportálni, hogy lehessen rajta ütni, próbálkozni. Így viszont, hogy Sakrin még ott maradt a torony alatt, Kalu esetleg még ólálkodhat egy kicsit, most ugye építenie kéne magának, Ornnak még egy kis életerőt. Ez lehet esetleg a kulcsfontosság. Nidalinak jönni kéne. Most jönni kéne, mert... De folynak a minionok, mondjuk a kenőm minion mindjárt meghal, és már csak 3 darab caster minion marad, és most jönnek orra, talán Darda lehet menni, Sakrin jól felütt még éppenséggel, végig tankol Maokai. Ajaj. Az alaptámadás jó, meghal végül Nidali is. De az első gyilkosság most ott van az X25-nál, ami nem rossz, és a telepornak köszönhetően talán csak egy fél hullámot buk el Sakrin, ami még vállalható. De a kivitelezés jó? A kivitelezés az viszonylag nem jó kellett volt. Villanni érte. Még Sakrin villant? Így is van, illetve Nidali még ha villant volna, sem jutott volna már ki torony alól, tehát egy kicsit talán azt kellett volna jobban egyeztetni, hogy meddig tankolja Maokai a tornyot. Érzésem szerint még egy lövés beleférhetett volna, de még úgysem biztos, hogy Nidali kijut a torony alól, úgyhogy amit lehetett, ebből kihozott az X25, az első gyilkosságnak köszönhetően pedig most egy minimális aranyelőny van náluk, viszont Stefan abban a pillanatban, hogy látja, hogy Nidali nem csak egyszer, hanem többször is ugye megjelent a felső ösvényen, azon nyomban aktív a térkép alsó oldalán, ez pedig egy pokoli sárkány, amit el fog tudni hozni így a kliktek, és hát és nem akárhogy sejti. Is erősítik ugye a felső sárkányt, azért még mindig ez talán a leghasznosabb. És nem sejtik, Kalu pedig a pengecsőröknél járt, és még ide benézett volna egy sikeres Darrell, akár még Stefan is majdnem meghalhatna. Bizony. De elment az égfarkasokra, majd pedig tovább a felső ösvény környékén a béka is akár megint csak Sakrin lehet, mert a célpont. Így virulás nélkül megint elég csábító egy Ornnak a megölése újból, de a Kovács Isten dühje most már azért eléggé
parádés mókát tud a felső és ilyen produkálni, hogyha egy Nidalee is jön. Azért valamennyire töréken lélek ez a macska cica. Hát egyértelműen oda kell menni, mert hogy van egy jó kis őrszem, ami blokkolja a rálátást. Ez itt most pedig jó start. Clowney-ol kezd. Ez már sokkal jobban sikerül, mint az előző rajtaütés. Jön a Kovács Isten dühe. Föl lehet ütni, de Nidalee még éppensége jöhet. Szekre válaszol. Sok a sebzés a toronytól, a Clowney túl kéne, hogy élje. És Kalu hozza el megint a gyilkosságot, ami nagyon jól idejönnek a játék első szakaszában, amúgy is. Ezzel pedig lehet turbózni még az előnyét. Ez most egy kifejezetten meglepő hiba Sacrétől, mert abban a pillanatban, hogy kihelyezte az őrszemét, látta, hogy ott annak a rálátása ugye egyből meg van fogva. És ennek köszönhetően nem is szabadott volna előre lépni, meg sem kellett volna küzdeni azért a rálátásért, hiszen abban a pillanatban, hogy a te csapatod elhozta a pokoli sárkányt, egyértelmű volt, hogy Szedzsuáninak ugye vissza kell térnie a kezdőre, és a Nidalee bárhol lehet. És konkrétan ott volt, ahol kellett lennie. Mindeközben a középső esélyen Milica visszahozta a kis farm lemaradását az első játékával, első párperces játékával szemben, hogy még ugye az első vásárlás előtt tett meg. Uh-huh. A kalapács vásárlásával nem is a ragyogás által hozott plusz sebzéssel fog tudni Milica számolni, hanem piciketen az plusz életerő is jól fog neki jönni a folyamatos homokkatonák sebzésének köszönhetően. Huh. A megtisztulás Johnnál viszont egy elég jó lehetőség arra, hogy a Stefan által érkezett mélységi, és pontosabban a mélyfogyasztása és kábítása is le lehessen majd őket reagálni, de amikor jön majd egy ornvégső képesség is, meg a Rakan, annyi minden jöhet majd arra a Johnra, hogy... Meg a Szedzsuáni, meg a csomag. Azért mindenre nincs megtisztulás, tehát azért ennyire ultimate képességnek nem mondható a megtisztulás, hogy mindent le fog tudni majd reagálni. És ez... a Tamkencs is csak egy embert véd meg. Hát... Jó, mondjuk az valamennyire jó, hogy valószínűleg John is, és Proxy fogja élvezni az első védelmet Tamkenstől, de Kalu most, aki eléggé kétgyilkossága jól áll a szeren, és talán neki is érdemes valamennyi védelmet szentelni. Ő már ugye fel is fejlesztette a dzsungeles tárgyát, tehát innentől kezdve még nagyobb, ugye kirobbanó sebzéssel rendelkezik, ezt látjuk is itt a vörös szederháton, hogy már 300-zal tudja ugye elharapni a torkát, amikor megfelelő mennyiségű életerőn van az ellenfél, ami viszont nem tudom, hogy így hirtelen hova tehető, az a két lövész közti kezdőtárgy különbség, ugyanis Zaya ugye hozza magának a jó kis KN kardot, és hát Tristana viszont támadási sebességbe ruházott be, amit én csak annak tudok esetleg felróni, hogy látják ugye Rakannal, hogy értelmetlen egyelőre támadni Zayát, mert a Tamkencs megeszi, ott van az ultia, egyszerűen ki tud jönni mindenből, úgyhogy arra fogunk koncentrálni, hogy Tristanának legyen elég támadási sebessége egyrészt gyorsan tolni az ösvényt, másrészt, ha netán a torony alá jutunk, akkor négyszer is meg tudja ugye lőni a tornyot, mielőtt felrobbanna a bomba, és ezzel bevinni egy kis bónusz sebzést. Picike gyorsabban tudja, hogy felrobbantani, ez való igaz. Erre így talán ez hasznos lehet az elején, most már azért nála is megvan ugye a KN kart, tehát kiegyenlítődik ez a fajta ellentét, viszont tolva surranó lesz a száján. Hát azért egy korki is Tristanával szemben önmagában jó döntés, de még az Orn is azért tud valamennyire segedelmezni abban, hogy fájjon, akár fizikálisan is. Uh-huh. Jó döntésnek tartom. Hopp, megy egy Kovács Isten dühe. Igen. Hát ez minion takarít. Jó. De jött. Jó. Sacre egyértelműen látja, hogy ő az, aki továbbra is sebezhető lesz. Nem véletlen érkezik már Rakan is a felső ösvényre. Viszont Tamkencs egy középső ösvénye van, tehát kicsiket elkezdenek fölfele mozorolni a játékosok az alsó esélyén felől, a Clowney visszaválaszol. Rakan még nincs itt, bár Nidalee-val találkozhat, és egyértelműen fájni fog ez most épesség a Rakannak, hiába a végső képesség, ha meg is van neki. Meg lehet ölni Nidalee-t. Ugye aki agresszív játékkal próbált vöröset lopni, ami mondhatni sikeres volt addig, amíg Szezsőnő nem ölte meg. Ugye Stefan formájában John lép vissza, nem rossz. Klokszak mélységi merülése már ugye nincsen. Neki köszönhetően volt Karunnak viszonylag hamar védelme, de így sem volt elég ahhoz, hogy a Rakan mégis valahol két különböző típusú CC-t lehessen reagálni. Mind a lehengelő roha, mind pedig a felültés eléggé kellemetlen dolog, amikor éppen végezte a lopással. Na, jön Maokai-nak vissza kézből a pofon, ha hoppá, jól látom. 3v1! Clowney víralás nélkül, őrszem volt. Így jó. Így sikerült eljönni. Ami viszont fura számomra, Kalutól ez egy váratlan hiba, mert elég egyértelműen tudta, hogy mire vállalkozik a vörös szeder, hát lopásával, hogy ő ott bajban lehet, és még mindig van villanása. Ez pedig szép támadás, Milicával kell ismerni. Johnnak ugye villanása és megtisztulása van, császári falangsza is van. Milica ugye a teleportját és a maximális életerét, manáját kihasználva persze, hogy támadni kell, és most ki kell jönni Kalunnak védeni a tornyot. Mert Johnnak nincs teleport. Bizony. És neki haza kell menni. Nincsen teleport, így, hogy a dárda sem talál. Még megkockáztatom, ha az a dárda talál is, sem mennék be egy Nidalee-val most a korki ellen. Neki már ugye megvan a serény, úgyhogy jókat tép rajtam, amikor
ellövöldözgeti a rakétáit. Illetve hát ugye még egyszer, Kalu nem villant az előbbi akció során, pedig ott volt egy jó kis toboz, amivel ki lehetett volna esetleg ugrani a szurdok hírnöke felé. Ez volt számomra egy kicsit furcsa, talán főleg így, hogy ugye Tamkencs is megfelelő közelségben volt. Ha időt nyert volna egyszerűen a Nidali egy villanással, talán el tud jönni. És hát ami még esetleg érdekes lehet itt a támogató játékosok körében, az ugye a rúna választás, hiszen a Tamkencsnél szoktuk általában látni azt, amivel most Edin Pricktel rendelkezik. És hát nem lennék meglepve akkor, hogyha Edin Pricktel pedig viszonylag hamar építene magának kis szellemeket. A sebzés is már korrekt, ami kalóból kijön. Persze elvárjuk a cipelőnek is köszönhetően, meg a jelenlegi farmerőnek is köszönhetően, meg az... Hát úgymond ő most tovább is az, aki az X25-nak a... Hát az abszolút erőben az oszlopos tagja. Bizony. A kétgyilkossággal. Hát, teljesen egyértelműen ő most a katalizátor, ő az, aki fel kell gyorsítja a játék tempóját, és ő az, aki meg kell nyerje a játék elejét. De már lekapcsolták kétszer. Lekapcsolták kétszer, de legalább most itt van a következő sárkányra, és miatta, illetve az ő jelenléte miatt esetleg tudhat itt harcolni az X25. Ugye mind a két felső ösvényes rendelkezik teleporttal, ha netán itt valami csata kialakulna, ez pedig annyira unalmas, amennyire csak lehet. Ez borzasztó. Ezt még nézni is rossz. Az a játék első két percben még azért Malkanek meg volt a kezdeti sebzése a képességeiből, de ez már eltűnt szintén. Ugye Stefan 68 farma rendelkezik, neki az majdnem, sőt neki az összes 68 farmi az mind táborminia, ami Kalu volt már kint védekezni kétszer is. Tehát ezért van az, hogy igazából csak egy olyan kb. 30-40 százaléki tapasztalati pont előnye van Stefánnal szemben Kalunak. És a kétgyilkosságot is bele kéne számolni, ami igazából Stefánhoz képest csak egy különbség. Jó John érkezése, jó a császári falang, de Stefán elég tankos, bírja még, jön Edin Pricktel is hátulról. Kalunak villanása van. Tehát ha be is lehet ráugrani, viszonylag hamar neki az épesség le lehet reagálni kifele menetellel. Itt van Nikola Senpai is, és jön Maokai. Nyújtott macskái, nyugodt szívvel, jó a támadás, meghal azonnal Stefán. A leengelő rohan már nem talál, pedig villantít Edin Pricktel. Visszább lép közben, gyönyörű szépen az X25. Megvan, ami kellett, ne vigyük túlzásba, sőt, még Rakanisek van hátul. A sárkány pedig közben néha lövöldözik egy kis kalut. A Darda nem talál, visszább kell teljesen zárni a Klikteknek. Kloxnak köszönhetően, úgymond a frontvonal is majdnem végig megvolt a Kliktektel szemben. Két gyilkosság megvan, Clowny megint bemegy, Milicának nincsen maná, jó a sebzés, Clownnak elvileg meg kéne talán halnia, de ahogy mondom, nincs Korpinak semmi manája, Szakra pedig a jó Isten állásával élte ezt éppenséggel túlott hátul. Na hát most több problémája is van a Klikteknek. Egyrészt a Kovács Istendűhe nem talált el senkit, ami ugye a legfontosabb CC jelen formájában is a Kliktek oldaláról. Másrészt pedig, hogy Szakre amiatt, hogy őt egy Nidalee és egy Maokai támadja már a játék eleje óta, csak és kizárólag mágikus ellenállással rendelkezik, tehát nem véletlen, hogy az ő életreje ennyire gyorsan elfogyott, amikor őt Zaya végre célba vette. És hát ugye a Korkinak egy darab manája nem volt a csatának több, mint a fele során. Még ő tudott kettő darab rakétát ellőni, egy Valkürrel egy kicsit újra pozícionálta magát, és innentől kezdve csak alaptámadásai voltak, aminek köszönhetően Clowny ugye a Maokájjal annyira bátran mehetett előre bármikor fogni, akár a Tristánát, akár a Korkit, semmiféle fenyegetés nem érte őt ennek köszönhetően. És hát egy elég magabiztos csatát megnyert így ennek köszönhetően az X25. A probléma az, hogy nem maradt nekik sem annyi életerejük, hogy elhozhatták volna ugye a hegy sárkányt ebből, és így hiába, hogy szereztek két gyilkosságot, azért ennél egy picit többre lenne szükség egy nyert csata után. Főleg úgy, hogy a torony alatt levő játékosoknak az össz életereje sem volt. Hát ez meg a másik. Max 7-800, de arra már nem volt energia és lehetőség, hogy akár torony ostrom lehessen, ha már nem is sárkány, bármi. És pontosan ezért csak 1000 arany a különbség, pedig szép harcon van túl az X25. És nagyon szépen zárkóztak fel mindig egymáshoz. Az pedig szép végső képesség, azonnak ilyen megtisztelással, hogy Tamkencs lehet reagálni, és ugye a szájában van sebzés. Azt nem szóltam kell félteni ezt a hőst. Közel van az eszencia Martalóz megvásárlásához. Az pedig igazán fog neki segíteni, akár egy Stefán megölésében is, hogy már te is említetted. De hegysárkára beszéltél, hogy tessék, ha más nem, akkor a Kliktek elhozza. Ugyanúgy a pokoli sárkány, ez is nagyon értékes sárkány, továbbra is hiába a felhő upgrade-elése. Segíthet, támadás jó Rakántól, kettős felült is lehet nyugodtan szabadon lőni a Nikola Senpainak, senki nem bántja, ez pedig 2-0-ás erre, és Bloxinak kéne visszaább lépni, neki villanása már nincsen, de Nikola Senpainak viszont van sebzése bőven, gyújtás már nincsen, egyszerű lekövetés. A sárkányt ugyan elhoz a Kalu, de ez az egy dolog, ami éppen értékes most az X25-nek számára ebben a csapatharcban, sőt, mint Nidalee is meg fog halni. Majdnem, hogy egy ász. 16 percnél, amikor még előbb
egy viszonylag jó csapatharc is, majdnem, hogy még desszerttel zárva, aztán összedől megint. A csapatharccal nem volt baj. A probléma megint ott kezdődik, hogy az X25 nem teljesen érti, hogy hol kéne lennie a térképen a meccs melyik pillanatában. Itt nincs manája a Szedzsuáninak, úgyhogy John ebből el fog tudni jönni, de a tornyot kétlem, hogy sokáig tudja védeni. Tamkencs azért segít. Így viszont igen, hogy támadás Klauné Maokáit hozza magával, nem pedig egy gyengébb lövész. Lehet támadni, Milica biztosan meghal. Sem villanása nem volt, sem pedig megint manája. Volkűre sem. Bár ugye Maokáit pont az a karakter, amit emlegetünk, hogy ha van Volkűr, ha nincs Volkűr, tök minden, mert Klauné az rá fog így is úgy cibálódni. És most jön a viszont a válasz, ugyanúgy torony ostrom a tét, most pedig ornyan hátulról szépen lassan, Isten dühe még nincsen. A torony pedig éppenséggel még áll, jön a kliktek, támad, a torony pedig sebzi valamennyire John, amennyire tudja, de ez nem lesz elég egyenlőre. És úgy néz ki, hogy talán egy darabig lehet húzni ennek a toronynak a védés, de Stefan nem ment haza, nincs manája, tehát 2v4-ben védekezik a kliktek, amennyire éppenséggel tud, ezt el kell engedni. Így viszont első torony, és az abból származó lóvé. Igen, és most azonnal forogni kéne az alsó ösvényre, mert Zaya föltolta ugye a teljes ösvényt, tehát oda is be lehetett volna még egy jó adag sebzést vinni. Ettől most egy kicsit megint eltávolodik az X25, szóval arra akartam kikanyarodni, hogy nem teljesen értik vagy látják, hogy hol kéne lenni a térképen a játék adott pillanatában, hiszen abban a pillanatban, hogy ők megnyerték a csapatharcot középen, nem tudták elvinni a hegysárkányt, de a hegysárkányottól továbbra is az a célpont lenne, ami körül játszani kellene. És amint érkezett ugye Szedzsuáni az alsó ösvényre, Nidalee elkezdett betolódni a felső oldali dzsungelbe, és hiába hozta el végül ő a hegysárkányt, olyan pozíció hátrányból indult el egyáltalán a sárkány felé, miatt az X25, vagy egyszerűen lecsúsztak mindenről. Akkor a Senpai pedig a torrat elhozhatja akkor, hogyha valaki tankolja számára, sőt anélkül is megoldja. Itt 3v2-ben voltak végül összességében, bár közben Milica visszább lép is. Talán most kaluval lehetne támadni, de nincs meg a terv most ez éppenség a játékban. Vissza a rendszer 1-1 döntött tornyok állás, és 18 percnél viszont ez egy valahol félig egy jó hír, hogy egyenlően áll a két csapat. Mind aranyban, mind tornyokban, mind pedig pályafölötti kontrollban is, mert azért látunk jóval több X25 őrszemet a saját jungle környékén, és 1-2 folyóban még éppenséggel leledzik. De ugyanezt megteszi a kliktek is. Tehát a következő csapatharc lesz, ami talán sorsdöntő lehet, hogy még a külső tornyok közül lehessen párat leszedni. És teleportok adottak. Mind a három. Kloxa múlik, hogy lesz a 4. Hoha. Megmerülés is. Közben Kalu épített egy korokpálcáját. Ugye érzi ő is, hogy lelassult a tempó ahhoz képest, ahogy ő megindult a játék kezdeti szakaszában. Tehát ő is egyértelműen érzi, hogy itt bizony nem lehet egyszerűen arra számítani, hogy az X25 befejezni ezt a mérkőzést a 30. perc előtt, úgyhogy fel kell egy kicsit készülni a játék késői szakaszára. Ezt az őrszemet viszont ugye nagyon későn szedte ki Nidalee, és hát itt van egy Szedzsuáni Ornn kombó. Így van, az pedig kellemetlen, sőt fentről még Maokai próbál segíteni, egyenlőre 3v2, senki más nem jön, mert valamikor Rakan fog érkezni. A hírnök meg viszonylag segedelmet nyújt most a Prikteknek. Megjön Edin Priktel, jó a leengelő rom, három játékos, hát Kovács is dühé is talál két emberre, és szabadon lőhet megint Nikola Senpai. John éppensége fel fog robbanni Tristanának köszönhetően, ez pedig egy kettő gyilkosságnál, sőt akár három is lehet Klauné megölésével, nincs már menekülési készsége, de a villanása még valamennyire kijebb jön, Maokai húzza az időt, de előbb-utóbb szemben még a Szedzsuáni Korki kombó megint csak fog jönni, a toboz használat jó, de egy torony ennyi emberre szemben nem fog megvédeni. Itt van Nikola Senpai is pluszban, megint ő kaphatja a gyilkosságot, 4-0-2-es Tristana statikkal feltöltve, és lassan határtalan pengés lesz, itt biztos, hogy lóvi az már van bőven, mert legalább ugye három gyilkosságot hozzá most kapásból, ami önmagában egy ezredes, és nem is kell annyi jelensebb befejezni a tárgyat. És hát hasonló hiba, mint az előbb, Ploxi nem volt ott a csapatával, tehát Hello. Megint úgy próbálkozik kezdeményezni, vagy proaktív ugye, mozgásokkal valamit elhozni az X25, hogy nincsen megfelelően ott az összhang a csapattal, és hiába oh. halna meg még esetleg most Nikola Senpai, ez már késő. Már megint lecsúsztunk egy teljesen ingyen szurdok hírnökéről, amit ha ott lett volna, mindenki el tud hozni az X25, illetve a másik, amit nem értek, hogy Klox annyira szerette volna megtartani a bekebelezését arra, ha esetleg védeni kell valakit, ha ő megette volna Tamkencset, Ornnt, amikor fönn volt rajta a három jelző, még a Kovács Isten dühének egyáltalán az aktiválása előtt meg lehetett volna Ornnt ölni. Ez pedig így, hogy nem történt meg, megint a kliktek jön ki jobban. Hát, igen. Pedig
3 perc még arra beszéltünk, hogy viszonylag egyenlő az állás. Most egy óceán sárkány fog jönni, ami sok vizet nem fog zavarni összességében a csapatharcokat mostanság tekintve. De a két lövészben álló kompozíciónak is jól fog jönni, illetve persze Nidali is azért viszonylag kedvelni ezt az óceán sárkány lehetőséget, ha már lenne úgymond ingyen. De komolyan vírontásra nem számítanék ennél a sárkánynál, akkor meg inkább a baradna a sor felé lehet majd kacsingatni szépen lassan. Amire már a kliktek felkészül, legalábbis ösvényháborút tekintve, és ebben még fog híjas picikét a kék oldalon. És nem csak ösvények, hanem ugye rálátás szempontjából is. A másik dolog, amit ugye szintén elbukott az X25 ezzel a csatával, az a rálátás, mert hogy a kliktek ki tudott mindent takarítani, volt végre lehetőségük. Illetve amiről ugye nem, vagy amiről nem tettünk említést, de szintén láthattuk, te a kettővel ezelőtti csatánál mondtad, hogy ez majdnem egy ász. Ez pedig annak volt köszönhető, hogy amíg mi néztük a csatát a sárkány környékén, addig a felső ösvényen egy az egy ellen, ugye Sacre megint megölte Clownit. Ez pedig ugye annak köszönhető, hogy Ornn lényegesen többször tud százalékos sebzést levinni tank ellenfelére. Ezt Maokai csak akkor tudja folyamatosan megtenni, hogyha a kis csemeték azok folyamatosan a bokorból jönnek ki. És hát Ornn, ameddig így 1v1-ben tud folyamatosan lenni az alsó ösvényen, addig előbb-utóbb vagy torony fog dőlni, vagy az X25-nak oda kéne küldenie valakit, mert Maokai fél életerőn van, úgyhogy Ornn még a kis ujját sem mozgatta. Ezt a passzívját próbálja kihasználni a Clowny, de ahogy te is mondod, ez kevés. Mana hiány lassan van Sacre, ez még egy jó hír lehet Maokainak, talán most még nem kell hívni az egész gárdát ahhoz, hogy megállítsanak egy Ornnt. De egyetemben nem kellemes, és ugye ráadásul ugye külső tornya még ott van az alsó és a klikteknek, tehát olyan sokat nem is tudnak Clowny elhozni, hogyha mondjuk hazamenne és Ornn, mert előbb-utóbb tornyba fog belefutni, addigra pedig vissza tud érni. Na, ez jó lehet. Nyugodt szívvel Sacre, Milica belefut a bokorba és mellé épesége kalulnak a lehetőség, a támadás, a császári falanx nem jó, John majdnem bele is halt, sőt, bocsánat, a rakéta, majd a dű kalura, akinek villása még nincsen, borzasztó hiba. És kettős gyilkossága fizet ezért az X25, ami nagyon-nagyon máshogy is alakulhatott nem volna. Nem csak kettős gyilkossággal, ebből baron is lesz, mert hogy halott a dzsungeles és halott az ír. Hát ez baj. Ez baj. Amire Klaxik éppessége megpróbálhatnak jönni, de hát 3 v-et továbbra is nincsen mágus, nincsen császári phalanx, nincs esélye baronnasra beleszólni, sehogy sem, se sújtás, ahogy te is már mondtad. És a középső ösvény tornyáért sem lehet épesége kimozdulni, Edin Prichter még azért körbe kacsint, hát ha, de nem. Ezek... És most szaladt meg a kliktek csúnyán. Ezek azok a fajta hibák, amik különbséget tesznek a két csapat között, mert nem szabad. Egyenes vonalon, egyenletes sebességgel haladó korkira nem szabad mellé dobni a dárdát, főleg, hogyha célirányosan a tebokrot felé sétál, pedig bőven lett volna elég sebzés Nidali és Azir kombójában, hogy meg lehessen ölni a korkit, még adott esetben a Valkür után is. Ez így viszont rengeteg előny megint, ahogy te is mondtad a klikteknek. Most, mivel az Ornról eddig is tudtuk, hogy egy az egy ellen veri a Maokait, megint le lehet őt küldeni az alsó ösvényre, hiába nincsen most teleportja, erre reagálnia kell előbb-utóbb az X25-nak. A többieknek meg annyi a dolga, hogy feltolják az ösvényt középen. Lengelő roham, villanóra, ez pedig nem lehet utolérni, Klax kivillan. Hasában Ploxival, ami megmentése jó, de toronyvédése már nem. Kalu jön ugyan, a sikeres dára találtak, és már jóval kisebb az esély ennyi minion között, illetve a befele menetelre sem sok esélye van, hiába a korokpálc, ami ad neki valamelyes poszt, több életerőt még. És nem, hogy a külső torony majdnem a T2-es torony is dől, de a középső nem, akkor lenti mindenképpen. Köszönhet a Baron Nashornak is, Minica. És hello. Persze segedelmének, ez pedig Kovács is, nem dühe két ember felé kísérlene, jó Ploxi még! A tolviharra vissza tud lépni, de meghal közben Rakan, aztán végül meghal John, értékesebb ember bukik el! Az X25-re és Nikola Senpai válaszol, Clowny még kijön, aztán azonnal meghal, Tristana buli van! Kettős gyilkosság és lehet nyugodtan tovább menni Kalura és Ploxira még, a Nexus tornyai mögé kell futnia az X25-nek ahhoz, hogy most ne halljon még éppenséggel meg. Egy darabig nincs minion, de az alsó esélyen viszont van. Van bizony, és itt ráadásul már a minionok ugye tették is a dolgukat rendesen. Amíg ezt a csatát néztük, csak a minionok eltakarították. Jézusom, Milica, mi az istenlő rakétával végül lenyakazza ezt a Xayah-t és Kalunak is lőttek. Ez 10 másodperc. Nem szabad. Olyan hibákat csinál az X25, annyira egyértelmű újratöltési időkkel dolgoznak, amikor meg lehet menteni embereket, amikor lehet csatákat kezdeményezni, és amikor ezek újratöltési időn vannak, nem szabad a közelébe menni a klikteknek. Van egy császári falanx. Milica még belepül a kezdőre, de 2v3, meghal Azir, meghal John, ugye így nincsen, csak egy Clowny. Ennek a mesnek Arvil, drága Arvil.
Végig van, mint a húzat. Bizony. De mint a húzat. És beszéltünk a hibákról. És ez most egy olyan mérkőzés volt, ami jól indult, és az X25, ha egy picivel magabiztosabb és megfontoltabban tud játszani, akkor ebből az előnyükből lehetett is volna építkezni. De ilyen hibák, mint egy mellémen dárda, mint az, hogy Nidali túlvállalja magát, és utána nem villan, nem nyer elég időt, hogy a Tamkencs oda érkezhessen és megmenthesse. Illetve úgy általánosságban az, hogy kicsit szétesik fejben, miután elvesztette ezt a tempó előnyét ugye az X25, és ezek az újratöltési idők, amiről beszéltem, ha Tamkencsnek nincsen bekebelezés, akkor nem szabad oda menni a kliktekhez, főleg ha baronjuk van, meg piros erősítésük, mert egyszer eltalál a Tristana, és utána lekergetnek. Olyan, mint hogyha medve csapdával lépett volna a 19. percben az X25 így. És a saját lábát kell lerágni, ahogy kijön. A saját lábát kéne kirángatni, mi a kliktek, meg így azt mondjuk, akkor váltsunk ötösbe. Tudom, mint a halálos éremben már hatodjára is öltünk ötösbe, meg hetesbe, nyolcasba. Tehát 8 perc alatt minden kártya már bedölt. És beszéltünk róla az elején, hogy az X25 akkor tud nyerni, ha megvan a kezdeti előny, megvolt. És elkezdhetnek ostromolni. Megvolt. Soha nem jutottunk el addig, hogy ostrom helyzet legyen. De az ostromig elmentünk, egyszer középső esőnyen, utána majdnem ebből egy ász. Igen. A másik oldalról. Mert ugye erről is beszéltünk, hogy a kliktek az egy fegyvertény van az ő kezükben. Ha ostrom helyzet van, mindent be kell dobni, és meg kell tudni gyorsan ölni. Vagy a Nidalit, vagy a Xayah-t, vagy bárkit lényegében, akit a Tamkencs nem tud megmenteni a bekebelezéssel. És hát ezt láttuk többször is, hogy abban a pillanatban, hogy valami újratöltésre kerül, az X25 ugyanolyan agresszív próbál lenni, ugyanúgy próbálnak menni előre, de nincs elég megfelelő védekezési lehetőség, és amint megindul a kliktek, abból többen is meghalnak. Az állás 2-0. Ugye best of 5-os döntőben vagyunk, ami azt jelenti, hogy még egy meccs van attól a kliktek, hogy az egész szezont veretlenül zárhassa, és egyetlen egy meccset se bukhassanak el, ahhoz mi a következőt meg kell nyerni. Azért ez egy hatalmas hátsó szél, amiben mehet a kliktek tovább nagyobb célokra törve. Főleg úgy, ahogy te is mondod, ugye, hogy az EBL-ből, aki ugye ezt első helyen zárja, kvalifikálja magát az EU Masters tornára. Márpedig én úgy gondolnám, hogy a tavalyi EBL döntő sem volt egy kis nem, rang. Nem. De ott is azért így kihúzta meg a kliktek gyorsan, ahogy kellett, és ugye megint egy sokkal fontosabb feladatra írik meg a csapat, és azért egy ilyen hátszéle berongyolni az EU Masters-be veretlenül, az egy eléggé jó hátszél, de akikkel találkoznak ott, az megint egy más piskóta lesz. Viszont mi most elmegyünk egy gyors szünetre, és jövünk vissza a harmadik meccsen hamarosan, aztán meglátjuk, hogy lesz-e ebből 3-0, vagy kicsikét föl tud éredezni az X25 csapata. Szünet, sziasztok!